A 15%-os emelés az idénre becsült inflációt követi, és természetesen nem csak az öregségi nyugdíjakra, hanem a nyugdíjszerű ellátásokra is vonatkozik. Sajnos az infláció magas, és ennél magasabb is lehet a káros brüsszeli szankciók miatt. A szankciók ugyanis emelik az energiaárakat, az élelmiszerárakat, és mindezzel együtt az inflációt is. A mostani nyugdíjemeléssel a kormány védi a nyugdíjasokat, és ha a szankciós infláció a becsültnél magasabb lenne, akkor majd az idei év során is nyugdíjkiegészítésre lehet szükség, ahogy az tavaly is volt.